Lecsengőben a koronavírus járvány a kínai adatok szerint, az egészségügyi világszervezet viszont óvatosságra int. Egy NGO hajó feltartóztatása miatt indult eljárás Matteo Salvini ellen. Szerinte Olaszországot támadják a civil szervezetek. Árulókról beszélt a Jobbik elnöke egy kiszivárgott hangfelvételen. Jakab Péter szerint 22-en szúrták őt hátba. És unokázós csalókat fogtak el a rendőrök Békés megyében, Angliából hívták telefonon áldozataikat. Ez a Híradó délben, az M1-en és a Dunán, Székely Varga Edina vagyok, köszöntöm Önöket. Lecsengőben van az új típusú koronavírus járvány Kínában, a hivatalos kínai adatok szerint kevesebb új fertőzöttet regisztráltak. A mérséklődés különösen a vírus gócpontjának számító Hubei tartományon kívül érzékelhető. Kína többi részén ugyanis a február 3-án közölt 890 új esettel szemben ma 84 új fertőzöttről számoltak be. Csökkent a halálozások száma is. A fertőzötteket kezelő orvosok és ápolók viszont továbbra is komoly veszélynek vannak kitéve. Tegnap este meghalt az egyik wuhani kórház igazgatója, és ezzel ő a fertőzés hatodik orvos áldozata. Ez a wuhani Wuchang kórház. Koronavírussal fertőzött betegek ezreit kezelik itt nap mint nap. A kínai kommunista párt helyi szervei hétfő este közölték, a kórház igazgatója is a járvány áldozatául esett. Ő volt a hatodik orvos, aki a hivatalos közlés szerint életét vesztette a járványban. A kínai hatóságok múlt hétvégén közölt adatai szerint több mint 1700 egészségügyi szakember kapta el eddig az új koronavírust. A városvezetés már a múlt héten figyelmeztette a kormányt, nincs elég védőruha és arcmaszk. Így nem csak a civilek, de az egészségügyi alkalmazottak is veszélyben vannak. A kínai járványvédelmi és megelőzési központ kedden közzétett egy átfogó tanulmányt a járvány eddigi tapasztalatairól. A szakemberek szerint a fertőzöttek mintegy 80%-ánál csak enyhe tüneteket vált ki a vírus. A legnagyobb veszélyben az idős és beteg emberek vannak. Legyengült immunrendszerük nehezen gyűri le a fertőzés tüneteit. A járvány halálozási aránya 2,3%, ami jóval alacsonyabb, mint a 2003-as SARS járvány esetében volt. Eddig mintegy 72 000 ember kapta el a fertőzést a távol-keleti országban. 1800-an vesztették életüket, azonban több mint 10 000 meggyógyultak. A friss adatok szerint hétfőn országszerte 1886 új esetet regisztráltak, ebből több mint 1800-at Hubei tartományban, ami azt jelenti, hogy a fertőzés gócpontjaként emlegetett területen kívül drasztikusan csökkent az új megbetegedések száma, ami részben a szigorú vesztegzárnak köszönhető. Hubei tartományban azonban továbbra is megállíthatatlanul terjed a járvány, ezért kedden minden eddiginél szigorúbb korlátozásokat vezettek be a hatóságok, mondta Nagy Marian, a közmédia pekingi tudósítója. Az újabb korlátozások értelmében a lakók csak külön engedéllyel hagyhatják el a lakóhelyükül szolgáló városi lakónegyedeket, illetve falvakat, és ezekbe külső személy vagy jármű csak a legszükségesebb esetben mehet be. Betiltottak ezen kívül mindenféle közúti közlekedést a tartományban, csak a rendőrautók, mentők, illetve a létfontosságú árukat szállító járművek közlekedhetnek az utakon külön engedély nélkül, és csak azok az üzletek tarthatnak most nyitva, amelyeknek a tevékenységét feltétlenül szükségesnek ítélték. A kínai járványvédelmi központ szakemberei azt remélik, hogy a SARS járványhoz hasonlóan a meleg időbe köszöntével ezúttal is csökkenni fog a megbetegedések száma. A japán egészségügyi miniszter kedden bejelentette, továbbra sem tudják, mikor oldhatják fel a vesztegzárat a Diamond Princess luxushajón. Az utasok és a személyzet kivizsgálása ugyanis nagyon lassú folyamat. A 3700-ból eddig csak 1700 főt vizsgáltak meg, és 454 utasnál mutatták ki a fertőzést. Az egészséges utasok pénteken azonban elhagyhatják a hajót. A hétfőn kinevezett új francia egészségügyi miniszter szerint valós veszély, hogy a koronavírus országos járvánnyá alakuljon Franciaországban. Korábban ott regisztrálták a fertőzés első európai halálos áldozatát, ugyanakkor eddig mindössze 12 emberrel mutatták ki a kórokozót Franciaországban. Várhatóan áprilisban dönt a kúria a gyöngyöspatai kártérítések ügyében. A legfőbb bírósági szerv közleménye szerint a panaszosok és az önkormányzat is felülvizsgálati kérelmet adott be a kártérítést megállapító táblabírósági ítélet ellen, amiket soron kívül fognak elbírálni. Mint írják, várhatóan április közepén tartanak az ügyben nyilvános tárgyalást.
A Kória döntése nyomán fényderülhet arra, hogy miért ítéltek meg ilyen magas kártérítési összeget, miközben az iskolában zajló oktatás megfelelt a jogszabályoknak. Erről beszélt az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára. Rétvári Bence hozzátette, hogy fontos lesz a Kória állásfoglalása, mert számtalan olyan indítványt tett a tankerület és az önkormányzat, amelyek érdemben befolyásolták volna a döntést. Ilyen például a sok igazolatlan órát összegyűjtő diákok ügye. Rétvári Bence azt mondta, hogy az ügyet elindító alapítvány számára az egész per csak ürügy, mert a cél a minél nagyobb kártérítési összeg kicsikarása és politikai botrány keltése volt. Ugyanazt a politikai sémát, ugyanazt a működési sémát követik, egyrésztről minél nagyobb politikai botrányt kelteni ebből, másrészt pedig adott esetben akár minél nagyobb kártérítést vagy bármilyen összeget az államból is próbálnak kicsikarni. Úgyhogy jól láthatóan itt nem elkötelezett cigány embereket segítő, hosszú távon működő szervezetekről van szó, akiknek ez egy résztevékenysége, hanem inkább politikai nyomásgyakorló és pénzszerző tevékenységről van szó. Sokaknak bántja az igazságérzetét a börtönbiznisz és a gyöngyöspatai kártérítés ügye, erről beszélt a század végvezető kutatója az M1-en. Megadja Gábor szerint ezért válhattak ezek a témák össznemzeti üggyé. Van egy olyan joggyakorlat, amit bejárattak bizonyos ügyvédi körök, és ami ellenkezik az emberek igazságérzetével, és azért lehet össznemzeti ügyé tenni, mert ez az igazságérzet, ez valahogy mindenkiben munkál. Tehát nyilvánvalóan van egy jogszolgáltatás és van egy igazságszolgáltatás, a kormány célja az, hogy ezt a kettőt most kicsit közelebb hozza egymáshoz. Olaszország és az olaszok ellen indítottak támadást a civil szervezetek a migránsok szállításával, Matteo Salvini szerint. A volt olasz belügyminiszter feljegyzést készített a mentelmi bizottságnak az Open Arms civil hajóval tavaly nyáron érkezett migráns csoport feltartóztatásáról. Salvini szerint tavaly augusztusban a hajónak Máltára kellett volna mennie, ezért nem adott kikötési engedélyt nekik. Hivatali visszaélés miatt indult ellene eljárás, és most azt vizsgálják a felsőházban, hogy emiatt is felfüggesszék-e a politikus mentelmi jogát. Ceutába és Melillába behatoló migránsokat toloncolnak vissza a spanyol hatóságok Marokkóba. Az illegális bevándorlók gyakran rohamozzák meg a marokkói-spanyol határkerítést, így akarnak eljutni az Európai Unió területére. Ám az Emberi Jogok Európai Bírósága múlt héten kimondta, a spanyol állam jogszerűen hajtja végre a törvénysértők kitoloncolását. Eközben pedig Olaszországban a saját határaik megvédése miatt a minisztereknek bíróság elé kell állniuk. Őrület. Így reagált a Twitteren Matteo Salvini volt olasz belügyminiszter. Az olasz baloldali kormánytöbbség ugyanis múlt szerdán megszavazta Matteo Salvini mentelmi jogának felfüggesztését a római szenátusban. A volt olasz belügyminiszter ellen azért indított eljárást az ügyészség, mert tavaly nyáron napokig nem engedte kikötni az olasz partőrség egyik hajóját, amely 131 migránst vett a fedélzetére. Az ügyészség szerint Salvini visszaélt hivatali hatalmával. Ezzel egy időben a vádhatóság az Open Arms nevű hajó miatt is eljárást kezdeményezett a politikus ellen. A spanyol civil szervezet hajója tavaly nyáron 19 napot töltött a nyílt tengeren, 164 emberrel a fedélzetén. A Szenátus Mentelmi Bizottsága kedden kezdi meg az újabb ügy megvitatását. Matteo Salvini egy 21 oldalas dokumentumot nyújtott be a testületnek, amelyben kiemelte, a spanyol felségjelzésű NGO hajónak Spanyolországtól vagy a közelebbi Máltától kellett volna kikötést kérnie. A volt belügyminiszter szerint az Open Arms szándékosan Olaszország felé indult el, előre kitervelt támadásként Olaszország és az olaszok ellen. Matteo Salvini leszögezte, tiszta a lelkiismerete, mivel Olaszország és az olaszok védelmében cselekedett, és nem fél bíróság elé állni. Szerinte politikai hadjárat folyik ellene. Az olaszok is egyre nehezebben tudják követni az eseményeket. Nagyon sok a megoldandó probléma. Miért kell mindig Salvinit támadni? Nem értem az egészet, mondta egy római férfi. Nyilvánvaló, hogy korábbi szövetségesei ellene fordultak. Egyszer megmentették, most megelítélték, vélekedett egy járókelő. A Matteo Salvini nevével fémjelzett zárt kikötők politikájának az olasz baloldali kormány vetett véget, amely ismét megnyitotta a kikötőket. Emiatt újra felerősödött a földközi-tengeri migráció.
Érdemi növekedés mutat a Nyugat-Balkánra érkező illegális bevándorlók száma is, mondta az M1-en a Migráció Kutató Intézet igazgató helyettese. Több mint 100 000 ember torlódott fel, ez összességében egy elég komoly migrációs nyomást és járkálást jelez a rendszerbe. A Frontex januári adatai alapján már több mint 2000 határsértést regisztráltak a Nyugat-Balkánon. Hozzátette, tavaly ez a szám még 300 volt. Ugyanakkor az Európai Határvédelmi Ügynökség a Frontex adatai szerint a kelet-mediterrán térségekben, Görögországban és Törökországban is emelkedett a migránsok száma. Janik Szabolcs szerint minden adott ahhoz, hogy ez a növekvő tendencia folytatódjon. 15 migránsra bukkantak a hatóságok a román-bolgár határon, Calafat határátkelőnél. Egy hűtőkocsiban találtak rájuk, egy speciálisan kialakított rejtett rekeszben bújtak el. Az úti okmányok szerint a hűtőkocsi üres volt, de a határőröknek gyanús lett a jármű, ezért átvizsgálták. A migránsok azt mondták, hogy fejenként 6000 eurót fizettek, hogy Olaszországba jussanak. A sofőr és váltótársa tagadták, hogy tudtak volna az utasokról. A magyar határ felé tartó két migráns csoportot tartóztattak fel a romániai Arad megyében. Kisvarjas közelében a határtól mintegy 200 méterre 4 afgán férfit állítottak meg. Mindannyian azt mondták, hogy Nyugat-Európába akartak eljutni. Egy másik 7 fős csoportot a Battonyai határátkelő román oldalán állítottak meg. Ők egyiptomi, szír és marokkói állampolgárok. Romániában indul majd eljárás ellenük illegális határátlépés kísérlete miatt. A román határőrség vizsgálatot indított egy szír férfi ellen is, aki le akarta fizetni a határőröket, hogy ne induljon ellene eljárás embercsempészet miatt. Telefonon tárgyalt az Egyesült Államok elnökével Orbán Viktor miniszterelnök. A beszélgetésben aktuális külpolitikai kérdéseket érintettek, amelyek közül kiemelték az illegális migráció elleni küzdelem és a határvédelem fontosságát. Szóba került a Közel-Kelet helyzete is, és Donald Trump arra kérte Orbán Viktort, hogy tolmácsolja nagyra becsülését a sikeres és nagyszerű magyar népnek. Magyarország éves szinten 100 milliárd eurót meghaladó exportra képes, ezt mondta Szijjártó Péter Taskentben az Üzbég-Magyar Üzleti Fórum megnyitóján. A külügyminiszter hozzátette, hogy ezzel az eredménnyel hazánk már harmadik éve tagja annak az elitklubnak, amelybe a 35 legjelentősebb kivitellel rendelkező ország tartozik. Beszélt arról is, hogy a korábbi világgazdasági helyzet megváltozásával új régiók lettek a növekedés motorjai. Közép-Európa lett a kontinens növekedésének motorja, és nem véletlen, hogy itt van most 34 magyar vállalat, akik úgy gondolják, hogy Üzbegisztánban érdemes befektetni, és Üzbegisztánban érdemes üzleteket kötni. Ezért mi magyarok külpolitikánkban különös hangsúlyt helyezünk az egyre dinamikusabban növekvő közép-ázsiai térség, és az Európai Unió növekedési motorjaként szolgáló Közép-Európa együttműködésének erősítésére. Új szolgáltatás segíti az innovatív hazai vállalkozásokat. Olyan információkat kaphatnak, amelyekből kiderül, hogy a tervezett fejlesztéseikhez hasonló van-e már a világban. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke azt mondta, hogy az új innovatív fejlesztési eredmények támogatására hozták létre ezt a szolgáltatást. Mindez egyben megtakarítást is hoz a cégeknek és intézményeknek, hiszen így csak azt fejlesztik, ami valóban újdonság, és amivel a piacon gazdasági eredményt tudnak elérni. Még az a lényege, hogy amikor egy feltaláló kutató elkezd azon gondolkodni, hogy milyen irányokba érdemes menni, akkor már érdemes ezt a fajta szolgáltatást igénybe venni, mert nagyon sokszor a világ különböző kutatóműhelyei, különböző innovátor csapatai már gondolkodnak különböző ilyen típusú témákban. Érdemes megnézni azt, hogy egyáltalán a téma, amiben belefogunk, amin elkezdünk gondolkodni, az valamilyen formában nem jelente már meg a világban. Startup inkubációs központot adtak át a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. Az egyetemi startupokkal növelhető Magyarország innovációs teljesítménye, erről beszélt az innovációs és technológiai miniszter az átadón. Palkovics László azt mondta, hogy országosan 8-9 tudományos technológiai központ létrehozását tervezik még. Több mint 500 vitorlás indult a tavalyi kékszalag vitorlás versenyen. Már annak a magyar startup cégnek a találmányát is használták, ami a vitorlások által használt mérőeszközöket sűríti egy készülékbe. Ezt az eszközt lekicsítettük ekkora méretre, hogy a hajókon könnyebb
elvárásán helyezni. A berendezés a vitorlázóknak szükséges hajózási adatokat elemzi és jeleníti meg. Ez az egyik startup cég a sok közül, amelyek hétfőtől a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen átadott központban dolgozhatnak. Nekünk ez egy óriási lehetőség, hogy itt lehetünk ebben az épületben, mert a többi startuphoz hasonlóan mi is egy garázsból kezdtük el a fejlődést, és az, hogy áthelyeztük a bázisunkat egy ilyen környezetbe, ez határozottan meggyorsítja a fejlesztésünk folyamatait. A központban egy olyan közösségi teret hoztak létre, amelyben 36 munkaállást alakítottak ki, és két tárgyalót is biztosítanak a feltörekvő vállalkozások számára. Ezzel a BME belép a Digitális Jólét Program egyetemi kutatóváros hálózatába. Fontos, hogy a különböző kormányzati programok és iparvállalatok feltűnjek az egyetemen, és itt valóban tudjuk rögtön már első, másodéves hallgatóknak is megmutatni, hogy merjenek vállalkozni, merjenek szabadalmat összerakni, merjenek prototípus gyártani. Ez ennek a szellemi műhelynek az alapvető küldetése. Az innovációs és technológiai miniszter a központ átadásán arról beszélt, hogy a megfelelő körülmények tudják biztosítani az ötletek megvalósulását és piacra kerülését. Az, hogy létrehoztuk ezt a környezetet, az, hogy itt megjelenhetnek az egyetemből esetlegesen kiváló spin-off cégek, az, hogy egyetemi hallgatók olyan ötlettel rendelkeznek egyébként, ami ez nekik egy ilyen környezetre, és a környezet persze nem csak az épített környezetet jelenti, hanem jelenti az egyetem támogatását is. Ezzel élni akarnak, akkor ezt mindenképpen nagyon inspirálnak tartanám. Magyarországon 8-9 tudományos technológiai központ létrehozását tervezik, közülük 2 Budapesten lesz. Holnapig lehet jelentkezni a középfokú oktatási intézményekbe. A felvételi eljárásba a 9. évfolyamra jelentkezők felvételi lapjait az általános iskolák töltik ki. A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokba jelentkezőknek viszont egyénileg kell ezt megtenni az erre létrehozott elektronikus felületen keresztül. A kitöltött dokumentumokat aláírva el kell juttatni a válaszot iskolákba és az oktatási hivatalba. Sanda Tamás államtitkár azt mondta, hogy a kormány azt szeretné, hogy a magyar fiatalok a jövő nyertesei legyenek. Ehhez jó út, ha az általános iskola után a szakképzést választják. Hiszen így felnőtt korukra már lesz egy olyan képesítésük, egy olyan végzettségük, amellyel helyt tudnak állni a munkaerőpiacon, és ugyanakkor arra is lehetőségük nyílik, hogy folytathassák a tanulmányaikat a felsőoktatásban, ha később így döntenek. Ismét elindul az ápoló tanulók pályaválasztását támogató ösztöndíj program, amelyre mától lehet jelentkezni. Csaknem 4,5 milliárd forintból 3200 egészségügyi hivatást választó diák kaphat segítséget. Az ösztöndíjasokat támogató országos mentorhálózat a szakképesítés megszerzését és az elhelyezkedést is segíti. Ez egy olyan fontos és az ápolók részéről a részvételi arányokban megnyilatkozó program, amelyet mindenképpen folytatni kell, és mindenképpen érdemes támogatni. Én azt gondolom, hogy ez lesz a mai konferencia legnagyobb üzenete is, vagy take home message-re, hogy igen, ez egy fontos program, értékelték azok, akik benne vannak, és mindenképpen szükséges ahhoz, hogy egy fenntartható ápolói hivatás megmaradjon Magyarországon, ez a program tovább folytatódjon. Hatalmas lépés lenne az SZJA-mentesség kiterjesztése a 3 gyermekes anyákra, ezt mondta a Fiatal Családosok Klubjának alapítója az M1-en. Király Nóra szerint azzal, hogy január óta a 4 gyermekes anyáknak már nem kell személyi jövedelemadót fizetniük, a kormány a nők megbecsülését fejezi ki. Arról is beszélt, hogy már több mint 100 000 család igényelte eddig az Európában egyedülálló családvédelmi akcióterv valamelyik kedvezményét. A kormány célja is a jelenlegi családpolitikával, hogy minden támogatást megadni az édesanyáknak és a családoknak azért, hogy gyermekeket vállaljanak, hiszen az a demográfiai probléma, ami Európa szerte fönnáll, hogy egyre kevesebb gyermek születik, és egyre többen halnak meg. Ezt a demográfiai problémát, ezt a magyar kormány, ez a magyar családok támogatásával, anyagi támogatásával és erkölcsi támogatásával szeretné előmozdítani. Élesen támadja párton belüli ellenfeleit Jakab Péter azon a hangfelvételen, amely most került nyilvánosságra. A párt elnöke még megválasztása előtt beszédében Szávai István és Köre által kitervezett sikeres puccsról, hátbaszúrásról és árulókról beszélt. Már a Jobbik tisztúító kongresszusa előtt is szivárogtak ki információk a pártból arról, hogy Jakab Péter megválasztását többen ellenezték, mert a szerintük egyenes út a teljes összeboruláshoz a balliberális pártokkal. A legfontosabb érték ennek a pártnak a bizalom.
Ezt állította Jakab Péter a Jobbik tisztújításán, miközben szavait a hallgatóságból éppen titokban rögzítette valaki. A beszéd egy részletét egy ismeretlen juttatta el az Indexhez. A 8 perces hangfelvételen a párt mostanra megválasztott elnöke a Jobbik belső viszályairól beszél. A legköszönő elnökség, Stummer János, Vana Tibor, Mire Csaba, Szabó Gábor, Schneider Tamás úgy döntött, hogy kiveszi a Jobbik leendő elnökének kezéből az egyetértési jogot, szoktuk mondani a vétójog lehetőség. Jakab Péter szerint azt, hogy már ősszel megválasszák elnöknek Szávai István köre, ahogyan a később megválasztott elnök fogalmaz, a Szávai klán pucsolta meg a szabályzat megváltoztatásával, így nem volt lehetősége arra, hogy ő válassza ki maga mellé az alelnököket. Szabó Gábor titkos szavazás rendelt el a tisztújításról, és ezen a titkos szavazáson még a 27 bátor harcos titokban hátam szúrta a kést. Mind a mai napig nem tudom, hogy ki volt ez a 22 bátor. Tehát a Szága is nem tudja. Aki a több esetben elismerte képviselőtársainak, hogy minden úgy alakult azon a választmányért, ahogy ő tervezte. Beszéde közben viszont többen is azt kiabálták, hogy hazudik. Hát barátaim, ilyen pártot akarunk, ilyen emberekkel, ilyen vezetőkkel, mert én nem. Arról már a Jobbik tisztújító kongresszusa előtt is szivárogtak ki információk a pártból, hogy Jakab Péter megválasztását többen ellenezték, mert az szerintük egyenes út a balliberális pártokkal való teljes összeboruláshoz. Akkor több hírportál is arról írt, hogy a Jakab Péter támogató Szilágyi Györgyöt, Gyöngyösi Mártont, Zékárpád Dánielt vagy épp Ander Balást különböző, főleg a pártvezetésből adódó pénzügyi érdekek kötik össze. Míg Szávai István és köre, Bencsik János, Stummer János és a pártigazgatói posztról 16 év után lemondó Szabó Gábor, vagyis az úgynevezett ősjobbikosok a párt alapításától kezdve egy baráti társasághoz tartoznak. Csak hogy ők, vagyis a Jakab Péter szerint árulóvá vált jobbikosok továbbra is a pártban vannak. A Jobbik elnöke a hangfelvételen úgy fogalmaz, hiába választották meg, olyanokkal kell együtt dolgoznia, akik hátba szúrták. Támogatásomról kell biztosítanom azokat a jelölteket is, akikkel egyébként nem szeretnék együtt dolgozni az elnökségben, úgyhogy most sorolom őket. Stummer János, Bencsik János, Güre Csaba, Varga Damandrea, Pazakas Attila. Jakab Péter az Indexnek nem cáfolta a hangfelvételen elhangzottakat. Az egyik árulónak kikiáltott képviselő, Varga Dam Andrea viszont az azonnalinak annyit mondott, idézem, nem tudom Péter miről beszél. Az ügyben szintén érintett Szávai István nem akart nyilatkozni. Három napig tartott egy csőtörés elhárítása a főváros egyik legforgalmasabb pontján. A közlekedési szakértő szerint az ilyen lezárások a máskor csendes lakóövezetekben is forgalomnövekedést okoznak. Hosszú sorok, araszolás és egymást kerülgető autósok. Ezek a képek nem a hétfő reggeli csúcsidőben, hanem órákkal azután készültek a Margit híd budai hídfőjénél. A forgalmat három napja vízvezeték javítási munkálat tartja fel. Az előrehaladás hétfő délelőtt a Bemrak parton, az Árpád fejedelem útján és a környékbeli utcákban is akadozott. A Liptai utcát leginkább az autósok arra használják, hogy arról kanyarodjanak rá a Margit hídra, most ott azonban nehezen megy az előrejutás, valamint akadozik a forgalom a Margit híd Budáról Pestre vezető oldalán is. Mindez egyébként csúcsidőn kívül a reggeli és a délutáni csúcsban ugyanis sokkal rosszabb a helyzet. A fővárosi vízművek egy kettős csőtörés miatt zárta le a területet még szombaton, három napra. A BKK oldalán közölt tájékoztatás szerint legalábbis az utcára csak hétfő este 11 órakor oldják fel. A Híradónak nyilatkozó szakértő szerint az elhúzódó felújítással nem csak a torlódás és a levegő fokozott szennyezése a gond, hanem az is, hogy a navigációs rendszerek kisebb utcákba irányítják a forgalmat. Hát az a kérdés, hogy abban az utcában, akik élnek, hogy fogják megélni, hogy addig egy csendes, nyugodt utcaként éltek, nagyon kicsi forgalommal, egyik napról a másikra, a dugó elkerülés miatt a forgalom megsokszorozódik akár. Szerettük volna megtudni a fővárosi önkormányzattól, hogy egy ilyen javítás miért tart három napig, és azt is, nem tartják-e aggályosnak, hogy a dugó miatt az átlagosnál is több kipufogógáz szennyezi a levegőt Budapesten. Karácsony Gergely sajtóosztálya érdemi válasz helyett a fővárosi csatornázási művekhez és a fővárosi vízművekhez irányított.
A vízművek azt írta, az üzemeltetés természetes velejárója a csőtörés, és azt is részletesen fejtegették, hogy a javításhoz miért kellett 3 nap. Szerintük hétfő délelőtt azért nem volt érdemi munkavégzés a helyszínen, mert éppen kötött a beton. Több mint 1 milliárd euróval segítik Albánia újjáépítését adományozók a tavalyi súlyos földrengés után, ezt jelentette be az Európai Bizottság elnöke. Novemberben több száz épület összedőlt, több ezer pedig súlyosan megrongálódott. Az albán miniszterelnök megköszönte a támogatást, és azt mondta, hogy az összeg felülmúlja a legvadabb elképzelését is. Megígérte, hogy országa példát fog mutatni az újjáépítéssel. Magyarország 4 millió eurót ajánlott fel. Több mint 1200 összedőlt vagy megrongálódott ház, teljesen megsemmisült lakónegyedek Albánia 2 legnagyobb városa, Tirana és Durres több kerületében. 51 halálos áldozatot emeltek ki a romok alól, százakat ápoltak heteken át kórházban. Mintegy 17 ezeren váltak hajléktalanná, keveseknek találtak állandó szálláshelyet. Tavaly november 26-án hajnalban 6,4-es erősségű földrengés és több mint 250 utórengés rázta meg a legsűrűbben lakott területeket Albániában. Már majdnem 3 hónapja történt a katasztrófa, de Európa legszegényebb országának nincs pénze a helyreállításra, csupán a romokat takarították el. Tirana és Durres megyében azóta is katasztrófa állapot van érvényben. Az albán kormány nemzetközi segítséget kért. Az Európai Bizottság ezért adományozó konferenciát hívott össze Brüsszelbe. A felajánlásokból az eredetileg tervezetnek a 3-szorosa gyűlt össze. Büszkén jelenthetem be, hogy több mint 1 milliárd euróval segítik a tagállamok Albánia helyreállítását a földrengés károk után, jelentette be Várhelyi Olivér bővítéspolitikáért felelős biztos. Albánia jelenleg is tagjelölt ország, amit a bizottság elnöke is kiemelt, amikor az európai szolidaritás fontosságát hangsúlyozta. Nem hagyjuk Albániát magára a nehéz helyzetben. Albánia kiemelt és fontos partnere az Európai Uniónak. Egy nap majd tagországként üdvözölhetjük, mondta Ursula von der Leyen. Az albán miniszterelnököt meglepte az adományozók bőkezűsége. Ha a végösszeg felét kaptuk volna, már az is valódi siker lett volna. Ez az összeg fölülmúlja a legvadabb elképzeléseinket. Nem is tudom, hogy fejezzem ki hálánkat. Így reagált az albán kormányfő. Magyarország is 250 ezer euróval támogatja Albániát a novemberi földrengés kárainak enyhítésében. Budapest közvetlenül a földrengés után már 65 ezer eurónyi felszerelést adott az azonnali kárenyhítésre. A most felajánlott több mint 80 millió forint értékű támogatást pedig az albán katolikus egyháznak juttatják el. Albániában 300 ezeres katolikus közösség él. Megtettük, amit akkor meg tudtunk tenni, és most is azt gondolom, hogy az ország méretéhez képest egy 4 millió eurós felajánlás azzal nem vallunk szégyent, és kifejezi azt, hogy szolidaritunk elsősorban is az ottani kárvallottakkal, és eznek a kárvallott csoportnak egy jelentős részét, az ottani keresztényeket szeretnénk így ilyen módon megsegíteni. Az albán kormány azt ígéri, hogy átláthatóan használják majd fel az európai adófizetők pénzét, és példát mutatnak az újjáépítéssel. Továbbra is várják a támogató aláírásokat a Székely Nemzeti Tanács nemzeti régiók védelmében indított petíciójához, amelyet eddig mintegy 100 000 írtak alá. Május 7-éig az Unió 7 tagországából minimum 1 millió aláírásra van szükség, ahhoz, hogy az európai őshonos nemzetek célzott támogatást kaphassanak. Az RMDS 200 ezer aláírás gyűjtését vállalta, ami jó ütemben halad. A polgári kezdeményezés legegyszerűbben a nemzetirégiók.eu honlapon lehet támogatni. 32 ezer aláírás összegyűjtését vállalta Kovászna megyében az RMDS területi szervezete a Székely Nemzeti Tanács európai polgári kezdeményezéséhez. Én aláírtam a Székely Nemzeti Tanács által kezdeményezett polgári kezdeményezést még online néhány hónappal ezelőtt, akárcsak aláírtam az RMDS által kezdeményezett Minority Safe Pack kezdeményezést. Fontosnak tartok minden ilyen megmozdulást, akciót, amely a közösséget összefogja. Az aláírók azt szeretnék, hogy az Európai Unió kiemelten támogassa Székelyföldet és minden olyan régiót, amelyet nemzeti, etnikai, kulturális és nyelvi sajátosságok különböztetnek meg az őket körülvevő térségektől. Azt akarjuk, hogy beszéljenek rólunk Brüsszelben. Igen, azt akarjuk, hogy legyünk kavicsa cipőben, vagy szálka köröm alatt a bukarestiek számára, hogyha
száz év után sem akarnak velünk szót érteni, és keresünk nyilván új pályákat. A Kolozs megyei RMDS 18 ezer aláírás összegyűjtését vállalta. Ezt az aláírásgyűjtést lassan már két hete meghirdettük, és egészen pontosan február 25-ig várjuk a helyi szervezeteinknek a segítségével összegyűjtött aláírásokat a székházunkba. Ugyanakkor várjuk azokat az embereket is, akik saját maguk szeretnének bejönni a két kolozsvári székházba, bármikor be lehet jönni nyitvatartási időben, és alá lehet írni ezt a támogatóívet. Mivel az aláírásokat május 7-ig lehet gyűjteni, a szervezők arra kérnek minden magyar embert, hogy mi hamarabb írják alá a kezdeményezést, vagy személyesen, vagy online a nemzetiregiók.eu oldalon. A szokatlan meleg miatt idén jóval korábban indult a pollen szezon. A mogyoró már javában virágzik, de ott vannak a levegőben az éger, a ciprus és tiszafafélék pollenjei is. Szakemberek szerint nem szabad megvárni a tüneteket, akik arra érzékenyek, már most kezdjék el szedni a gyógyszereket. Csak nem 600 millió pollen termel egyetlen mogyoróbokor, a szél pedig több kilométeres távolságba is elszállíthatja a polleneket. Belélegezve megtapadnak a légutak nyálkahártyáján, az arra érzékenyeknél kellemetlen panaszokat, például orrfolyást, tüsszögést, szemviszketést okoznak, akár télen is. Fábián Martin több mint 10 éve küzd az allergiával. Azt mondja, jobb előre felkészülni és beszerezni a megszokott tüneti szereket. Szeretek én is ilyenkor időben sokkal előtte felkészülni, már január közepén, január végén mindig megveszem a szemcseppet, az orrsprét, mindig próbálok új allergiás gyógyszereket bevetni, hogy a szervezetem ne szokjon hozzá, és igyekszem mindig időben elcsípni ezt a pollen szezont. Az évszakhoz képest enyhe idő miatt már most elindult a pollen szezon. Országszerte megjelentek a levegőben a mogyoró, az éger, valamint a ciprus és a tiszafafélék pollenjei is. Koncentrációjuk már többfelé elérte a tüneteket okozó közepes szintet. Nem akkor kell kezdeni a gyógyszert, amikor már tünetek vannak. Nékám Kristóf allergológus az M1-en kiemelte, az allergia mértékétől és az előző évek tapasztalataitól függően már érdemes szedni a gyógyszereket. Hozzátette, a kora tavasszal virágzó fák pollenjei mellett már megjelentek a fűpollenek is, amelyek a legtöbb allergiás megbetegedésért felelnek. Legtöbb embernek leghosszabb ideig, és tegyük hozzá, hogy a legtöbb, vagy a leginkább a légzőszervet károsító tüneteket, azért mégiscsak a füvek váltják ki, és hát már van pollen a levegőben, tehát ha csak abszolút nem száraz lesz a következő szezonrész, akkor bizony a füvek nagyon heteken, hónapokon keresztül folyamatos problémát fognak okozni. A meteorológiai előrejelzések szerint a következő napokban is marad az enyhe idő, ezért várhatóan országszerte fokozatosan erősödik majd a pollen terhelés. Külföldről irányított unokázós csalásokra szakosodott bűnszervezetet számolt fel a rendőrség Békés megyében. A bűnözők Angliából telefonon hívták fel áldozataikat, és arra hivatkozva, hogy az unokájuk bajba került, és sürgősen pénzre van szüksége, itthoni társai közreműködésével jelentős összegeket csaltak ki tőlük. Volt, aki több mint 3 millió forintot adott oda az unokája barátjaként jelentkező idegennek. Egy időben három helyszínen, Budapesten, Izsófalván és Makón csaptak le a Békés megyei rendőrök az unokázó bűnszervezet tagjaira. A hétfő hajnali akcióban 6 embert fogtak el. A házkutatásokon nagy mennyiségű készpénzt, ékszereket, mobiltelefonokat és autókat foglaltak le. A gyanú szerint a bűnszervezet Angliában élő vezetői találomra kiválasztott számokat hívtak fel, és ha a hangjából ítélve idős ember vette fel a telefont, előadták neki a bajba került és pénzkérő unokájukról szóló történetet. Ha az idős ember elhitte a mesét, és volt otthon megtakarított pénze vagy ékszere, egy társukat elküldték hozzá. Két hónap alatt több mint 20 idős ember csaptak be. Közülük 5-en 1 millió forintnál is többet adtak oda az unokájuk barátjaként jelentkező idegennek. A gyulai rendőrkapitányság a hétfőn hajnalban elfogott 6 férfit bűnszervezetben elkövetett csalásbüntet megalapozott gyanúja miatt őrizetbe vette, és a rendőrség előterjesztést tesz a gyanúsítottak letartóztatásának indítványozására. Az ügyészség várhatóan már ma kezdeményezi a 6 férfi letartóztatását. Az indítványról szerdán dönt a gyulai járásbíróság. A bűnszervezet szökésben lévő két vezetője, a feltehetően még Angliában bujkáló Molnár Olivér és Horváth Ernő ellen a rendőrség európai elfogató parancsot adott ki.